Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit! A Promenád mai adásában a Miskolci Sörfesztivál legszebb pillanatait idézzük fel. Tartsanak velünk! Változékony időjárással, de töretlen lelkesedéssel telt a Miskolci Sörfesztivál. Az idei program minden tekintetben erős volt. A magyar zenei élet legjobbjai és a kraftsörök világának elitje várta a fesztiválozókat. A színpadok előtt a hangulatot fürkésztük, a backstage-ben pedig kiderült, hogy miért jár Freddy és csapata minden rendezvényre saját pohárral. De megtudtuk azt is, hogy milyen gyerek volt az Anna and the Barbies testvérpárja, és hogy mit gondol Willy William a magyarokról. Nem csupán egy porszemet hozott Miskolcra a Follow the Flow. Az idei Miskolci Sörfesztivál magas mércéjét bizonyította, hogy ezúttal egy olyan országkedvenc nyitotta a fesztivált, mint a Follow the Flow. A szikszói Szakács Gergői zenekar a hatalmas bulit csapott, nyitáshoz méltón már az első pillanatban felrobbantották a nagy színpadot. Ez pedig már Majka, aki szintén az első napon csütörtökön töltötte meg a teret. A fesztiválon már az első pillanattól telt ház volt. Az Ózdi kedvenc mindenkit lenyűgözött. Majoros Peti igazi showman, amit ezúttal sem vonhatott kétségbe senki. A koncerten számtalan emlék tört fel belőle a borsodi fiatalság hangulatáról. A koncertje tele volt érzelmes és bulizós pillanattal. Végletek között táncoltak az érzelmek. A legvadabb tombolás mellett akadt idő az összeülelkezős és büszke dalokra is. Magyar férfi és magyar asszony, éjszakon hegyeken, télen a parton túl egy bűnös évszázadon. A Sörfesztivál első napján egy tűt sem lehetett lejteni a Népkertben. A buli viszont pörgött tovább, ráadásul pénteken már szinte senkinek sem kellett a másnapi munkaidővel foglalkoznia. A hétvégét az Anna and the Barbies nyitotta meg hivatalosan. Annáik ünnepélyesen megfogadták, hogy nem lesznek többé szerelmesek. A közönség pedig tökéletes egyetértéssel szállt be a dalba. Kardos Horváth Janó ezúttal nem volt a színpadon, de Anna testvére tökéletesen helyettesítette. A testvérpár között igazi harmónia uralkodott. Nem is csoda, hiszen már gyerekként is elválaszthatatlanok voltak. Ilyen felfedezős tesók voltunk. Annának voltak ilyen elképesztő hajlamai arra, hogy világ menjünk, vagy elhordjuk a kőbányát, levigyük a kertbe, mert ott mind gyémántból van az összes kő, amit bányásztak a mészkőbányában. Űrhajót épített. Ilyen őrültségben voltunk mi partnerek, és ez az őrültség ez így ide eszkalálódott. Tényleg képzeljétek egyszer, hogy lebontott, mert vidéken laktunk,
tanyán konkrétan, és ott ilyen pottyantos WC volt, és akkor voltunk Csillagok háborúja rajongók, és lebontottuk a pottyantos budinak a tetejét, ami rendes cserepekből volt, és így beültünk derékig. És jöttek az anyánk, és itt vagyunk, itt éppen lövünk titeket, de hol gyerekek, hol? A jó édes, lebontottátok a... És akkor volt, amikor fölmásztunk még a pajtának a tetejére, ami egy ilyen garázs pajta tető volt, azt meg a apámnak a tárcsa fék fényező festékével bemázoltuk az egész tetejét, azt nyilván neki nagyon jól esett, mert borzasztó dágon. Tehát kibontottuk a tetőt, és kimásztunk, bátorságpróba volt, kimásztunk a tetőre, és én kiültem a kémének a tetejére, és öcsémnek megparancsoltam, hogy őnek is kell bátorság, hogy legalább üljön ki a tövébe, és rohadtul nem élvezte. És kiültünk ilyen bátorságpróbába, ott szorongatta az alját a izének, menjünk már le! És én meg nem, még éneklünk itt fönn, meg minden, és mindezeket kibírta, ezek után szerintem járt neki a rock. Kezdjétek szeretni, hogy legyen mind nevetni. Milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Jó testvérként a zene is egyszerre húzta be őket a különleges világba. Körülbelül egyszerre ütött be, és ez azzal magyarázható, hogy volt egy bizonyos pont, ahol sikerült egy magnóra szert tenni a családnak, és onnantól kezdve elkezdtünk zenét hallgatni, mi is. És akkor egy darabig együtt futott az érdeklődésünk zeneileg, aztán én kezdtem el, egyszerre kezdtünk gitározni, de én folytattam jobban, Anna meg inkább a tánc felé ment, és így szép, közben dolgoztunk azért együtt, ő írt szövegeket, meg elkezdett rappelni, meg mit tudom, egy csomó minden dolog volt neki is. Emellett én meg futottam a szokásos béna köröket a suli zenekarokkal, meg ahogy azt illik, egy rockzenésznek, és aztán így a végén, mikor egy jó 15 éve, mondta az Anna, hogy csináljuk már ezt együtt, ennyire szórakoztatóbb lenne, és úgy tűnt, hogy működik. Nóriás sötétben holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni. A zenekarban 99%-ban mi ketten írjuk a dalokat, de most a dobosunk is ír, tehát a dobosok, nálunk a dobosok mindig egyet-egyet bepróbálkoznak, és van sikerül, van, hogy nem. Most egyel bepróbálkozott, és tök jó lett. De egyébként általában úgy van, hogy Simi is hoz egy számot, én is hozok egy számot, van amelyik szám már teljesen kész van, amit hozok, van amit együtt rakunk össze, van amit a Simi hoz, és arra kell még szöveget írni. Tehát ugye nagyon önjáróak is vagyunk, de amit összerakunk, abból lesz igazából jó dolog. Úgyhogy általában a Simi angol halandzsával hozza a szövegeket, és arra kell írni, az ami nagyon nehéz, az mindig ott megkotlom, és az nagyon-nagyon nehéz, az rendes meló. Amiket én írok számokat, az általában úgy van, hogy dallammal együtt születnek, meg szöveggel együtt, tehát megvan a fejemben a szöveg, és jön hozzá a dallam, és akkor rögtön kész van, akkordokat keresek hozzá, és kész a dal, az a könnyű szülés. És akkor vannak olyan noták, amit meg együtt rakunk össze, és az megint könnyű. Mivel, hogy amikor ketten leülünk egy gitárra, akkor nagyon gyorsan megírjuk a dalokat. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni. Utolsó órában, mikor már megbántam. Igazából én nagyon-nagyon sokáig nem tudtam írni rendesen rappet. Magyarul nagyon rosszakat írtam, se szöveget. És aztán elkezdtem Kezdett fiait hallgatni, és ott jöttem rá, hogy ezt lehet nagyon jól is csinálni. És előtte mindig ilyen vagy kiszámolósdi volt, vagy ilyen inkább ilyen szép irodalom, tudom én, József Attila után szabadon. És akkor valahogy ráéreztem az egésznek az ízére, és az egyetlen olyan csatorna a magyar nyelv, amin igazán mély érzelmeket tudok közölni, és igazán messziről tudnak ezek a dolgok visszacsengeni. Úgyhogy a nagyon veretes darok azok mindig magyarul születnek, azok rögtön így meg is találják az utat. Miskolcon is megtalálták az utat a dalok, és egyenesen a közönség szívébe rohantak, pedig a zenekar nem könnyítette meg a saját dolgát. Délutáni napsütésnél léptek a színpadra. Föl volt téve a léc, mert eleve délutáni buli, előtte volt egy ilyen piknik hangot, itt a Kovályékkal, itt ment a verseny, valami ilyen csúszdán, hogy kibír messze csúszni. Ja, versenyeztünk a Kovályékkal, itt van egy ilyen nekifutós csúszda, és mi nyertünk. Volt egy délutáni hidegindítás, és azért ugye most készül az új lemez, a 15 éves a zenekar, és baromi sok új számot játszottuk, mert annyira élvezzük, hogy nem tudtuk elengedni, főleg az Anna nem tudta elengedni, mert nem nézte meg a setlistet, hogy mit írt össze. Úgyhogy itt csodálkozva néztük, hogy mi ezt is el fogjuk játszani, úgyhogy nem tettük magunknak könnyűvé a dolgot, de nem volt egy igazi slágerparádé, de mondjuk mindig próbálunk balanszírozni úgy, hogy azért annyi újat játszunk, hogy az igazán minket is formába tartson, tehát ne legyen az, hogy az embernek a keze már megy magától a gitáron, kelljen kicsit figyelni. De ezzel együtt baromi jó buli lett a végére, úgyhogy nagyon élveztük.
úgyhogy szeretjük itt játszani nagyon. A közönség abban a szerencsés helyzetben volt, hogy ezúttal több új, a következő albumra készülő dalt is meghallgathatott. Amíg teljesen új dalok is átjöttek, de vajon mi a testvérpár kedvenc Anna Andy Barbies dala? Ezt is kiderítettük. Legyen az, hogy az új lemezről. Legyen most az szűk kicsi. Bár most az nem fér, mert a fele még nincs kész. Mondjuk a kész, az öt kézből. Az öt kéz, vagy mennyi van teljesen kész, körülbelül öt. Most van egy Ne csináld című számunk, ami még nem jelent meg. Ez egyik viszonylag már többet játszott új dalunk, az most nagy kedvence a zenekarnak. Az volt az első dal, hogy új dobosunk lett idén, az volt az első dal, amit úgy raktunk így össze zenekarlag, hogy így hirtelen így bekattant hogy mi tudunk együtt dolgozni, és akkor az olyan nagyon szépen, nagyon kereken megszületett. Azóta már kiderült, hogy ez működik ez a recept, úgyhogy van egy csomó más is, de én a Ne csináld-ot nevezem meg most. Hát én nehezítenék, mert egész pályafutásra. Igen, egész. Jó, mert pont azon gondolkoztam, hogy van egy A&M című számunk, ami ilyen nagyon nagy ívű ilyen stadionrok, és csak kevésszer tudjuk játszani, mert tényleg ilyen borzasztó nagy ilyen fináléja van. Az egyik kedvencem, az tényleg gyönyörűséges. És van egy Don't Go Home című számunk, és azt nagyon szerze, azt akusztikus koncerteken szoktuk játszani. Egyébként nagyon szerencsések vagyunk, mert azok a sláger számok, amiket követelnek tőlünk, azokat szerintem volt, amíg nagyon szívesen játszom. Tehát a Márti dalát, és most nem kötelességben mondom, hála az égnek, hogy egy olyan slágerrel futottunk be, amit pár meddig szívesen éneklek. Annáik új dalokat Willy William viszont régebbi nótákat hozott Miskolcra. Elképesztő szettel szántotta fel a miskolci színpadot. Mikor gyermek voltam, nagyon sokféle zenét hallgattam szerencsére. Anyukám is nagyon nagy zenerajongó volt, mindenféle zenét hallgattunk. A funkitól, a karibi zenén keresztül minden volt. Az egész házban szólt a zene, az egész életemben meghatározta a hétköznapjaimat a zene, ezért itt is minden volt. A zene? Hú, nagyon nehéz meghatározni, mit is jelent. A zene mindenkinek mást és mást jelent. Nagyon speciális, de számomra a zene olyan, mint az élet. Tényleg, bátorság, bátran, boldogan éled az életed, és mindenhol ott van. A jó időkben, a rossz időkben. Zenét hallgatok, amikor szomorú vagyok, amikor nagyon-nagyon szomorú vagyok, de ugyanezt teszem akkor is, amikor boldog vagyok. Az élet minden pillanatára van egy zene, és ez az, ami mindentől megkülönbözteti. A zene az élet. A francia sztár DJ elképesztően jól érezte magát Miskolcon. Természetesen a helyiek remek közönségé álltak össze. Gyorsan egymásra is kattant a zenész és a hallgatóság. I'm like excited. Ez az egyik legjobb hely. Idén 2019-ben volt szerencsém többször is ellátogatni Magyarországra. Csodálatos. Idén ez a legjobb hely, ahol megfordultam. A kedvencem, a partik, a fesztiválok, amiken itt jártam, a legjobbak voltak. Ez az én véleményem. Nagyon jó. Alig várom, hogy újra itt legyek. Már most várom, hogy minél hamarabb visszatérhessek. Willy William kicsivel több mint egy órás szettje után éppen annyi ideje volt a fesztiválozóknak, hogy átérjenek a Liget színpadhoz, ahol a Honeybeast énekeltette és táncoltatta meg őket. A koncertek között pedig folyamatosan dolgoztak a sörcsapok. Idén szemléletváltás történt a sörkínálatban. Egészen más, igazi sörfesztiválhoz méltó felhozatalt kaptak a miskolciak. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, amikor a főszervező megkért minket, hogy tudnánk-e segíteni abban, hogy minél színesebb felhozatal legyen sörök tekintetében. Nem tudom, mennyire tudják ezt egyébként a nézők vagy az emberek, de a budapesti kraftsör forradalom az pont egy fesztivállal indult el. Az első ilyen fesztivál alkalmával annyira megkedvelték egyébként a nézők, hogy ebből tényleg egy igazi sörforradalom lett.
Úgyhogy így nyilván büszkén vállaltuk ezt a feladatot, nagyon nagy izgalommal. Meghívtunk 12 sörfőzdét magunkon kívül, és egy svéd sörfőzdét pluszban. És így az van, hogy ebben a sörsátorban 46 féle sört tudunk megmutatni Miskolc közönségének, ami igazán nagy büszkeség, hogy csupa olyan söröket tudnak Csapon megkóstolni, ami egyébként nem érhető el máshol most, jelenleg Miskolcon. Csak nem 60 féle csapolt sörrel rukkoltak elő. A fesztivál életében ez hatalmas ugrás a Kraft sörbirodalomban való részvétel tekintetében. Ráadásul idén először elkészült a fesztivál sörre is, amit a fesztiválozók első kortra megszerettek. Nem szeretem a szót, de mégiscsak ezt tudom mondani, hogy egy jó ivó sört szerettünk volna elkészíteni, ami általában véve a közízlésnek megfelelő. Mégis azért érezhető szerintem a különbség a nagyüzemi sörfőzdékhez képest. Úgyhogy szerintem az van, hogy közízlésnek, érthetőségnek megfelelő, szuper friss üde lágy lágert készítettünk el nekik. A koncepció pedig alapvetően itt a sörsátorban az valóban az van, hogy skandináv mintára készült. Az van, hogy birtokenekkel tudják az emberek megkóstolni a söröket. Ez is volt egy picit izgalom, mert hogy azt hiszem, hogy még Miskolcon nem volt ilyen, de viszonylag jó a fogadtatása, és úgy látjuk, hogy szeretik. Nem szeretjük a kézműves szót. A kézműves szó egy picit citok szó lett az utóbbi időben, mert hogy sok mindenre ráhúzzák. Valójában bárki, aki hozzánk a brewhouse-ba érkezik, az láthatja, hogy egyébként Európa egyik legmodernebb sörfőző rendszerén készítjük a söröket, és valójában semmi nem történik kézzel. Tehát inkább a kisüzemi vagy a craft szót szeretjük. Az gyakorlatilag a fordítás tekintetében tényleg kézművest jelent, de hogy több a jelentése annak, mint amit a kézműves szó jelenthet. Úgyhogy valójában ezekről a sorokról azt kell tudni, hogy ezek organikus sörök, egytől egyig, tartósítószer, színezék és bármi egyéb adalékmentes sörökről van szó, ezért egyébként jóval-jóval nagyobb törődést igényelnek, hogy ugyanolyan minőségben jussanak el a fogyasztóhoz. Úgyhogy én tényleg nagyon boldog vagyok attól, hogy egyébként jól fogadják. A fesztiválozók így értő sörözőkké válhattak tudat alatt is. Finom, különleges, Miskolcon még unikálisnak számító italokat kóstolhattak. A koncertezéshez tökéletesen passzoló kísérők voltak. Furcsa dalok csúsztak a Kowalski koncertbe, de természetesen szándékosan. A zenészek nem csupán tökéletesen szórakoztatták a közönséget, hanem azt is megmutatták, milyen sokoldalú művészek. Intenzíven vagyunk együtt, tehát hogy nincsenek nagyon pihenős időszakaink, mert hogyha nem koncertezünk, akkor vagy videóklipet forgatunk, vagy koncert mellett videóklipet forgatunk, és úgy stúdiózunk. Tehát azért mit tudom én most ebben az évben is november 16-áig tart a turné, utána biztos lesz egy 2 hét szünet, ide-oda elmennek pihenni a srácok, aki tud, és akkor decemberben elkezdjük a felkészülést a jövő évi Budapesti Aréna koncertünkre, ugye, ami február 15-én lesz. Úgyhogy ilyen üres járatok nagyon ritkán vannak a zenekar létében, ami nagyon hálásak is vagyunk, mert azért mi ezt imádjuk, szeretjük csinálni. Egy-két dolgot azért most átbeszéltünk, hogy az augusztust azt meg kicsit ésszel, mert az nagyon, nagyon sok volt a zenekarnak. Nem is a koncertek száma, hanem hogy azért ott volt egy nagyon nagy koncertünk a Budapest Parkba, több mint 11 000 ember jött el. Arra egy kicsit hagyni kell lélegzethez jutni a zenekart, azt majd jövő évben kicsit másként csináljuk, de nagyon boldogok vagyunk, és nagyon szuperül sikerült ez az év is. Miskolc mindig különleges koncerthelyszín a zenekarnak. Még a Viambeli bulikra is jó szívvel emlékeznek. Szórát Csaba szerint a legjobb klub volt egykor Magyarországon. A Népkerti buli is emlékezetes lett, különleges vendég is érkezett Kováikkal. A koncert előtt Jimmyt arról is megkérdeztük, mi a sikerük titka, hiszen a zenekar már több mint 10 éve alapköve a magyarországi fesztiváloknak. Nekem van erre egy teóriám, vagy egy elképzelésem, azt gondolom, hogy Magyarországon szövegcentrikus zenekarok vannak, tehát hogy a magyar közönség az igenis szövegorientált, szövegcentrikus, és azt gondolom, hogy a Kowalski meg a Vega olyan szerencsés helyzetben van, hogy
Kova személyében egy nagyon-nagyon jó szövegírója van, és azok a zenekarok tudnak szerintem hosszú távon fönnmaradni, akik olyan dolgokat boncolgatnak, vagy olyan dolgokról énekelnek, ami rengeteg embert nyilván érdekel, ez az alapja. A másik meg, mivel könnyedén dőlnek ki Kovából a szövegek, talán ez is lehet a kulcsa, nincs ráfeszülve egyetlen egy dalra se. Amilyen dal lesz, tehát nincs előre megtervezve, hogy milyen lesz. Most a legutóbb is egy kicsit másabb lett, mint az összes eddigi, aminek nagyon örülünk egyébként. És hát tényleg nekünk egy dolgunk van, hogy az embereket szórakoztassuk, és hogyha egy Kovalszky meg a Vega koncert után egy két hétig mosollyal ébrednek az emberek, akkor azt gondolom, hogy mi, amit terveztünk, vagy amit szerettünk volna, azt elértük. Elsősorban nekünk ez a feladatunk. A siker pedig továbbra is garantált, a tervek legalábbis erre utalnak. Most nem lemezbe gondolkozunk, hanem három vagy négy havonta kijövünk egy videóklippel, meg egy új dallal, mert azt vettük észre, hogy a tizedik nagy lemezünkön is rengeteg olyan dal van, amit már nem tudunk élőben eljátszani, nem is tud elég figyelmet kapni. Hát ilyen fiókba íródott dalok, mert hát most már azért 10 nagy lemez, rengeteg dal, és nem fogjuk, még egy két órás, vagy egy két és fél órás koncert sem tudjuk besűríteni. Így meg mindegyes dal, ami kijön, videóklippel megtámogatva, az olyan figyelmet kap, hogy mindenkihez eljut. Rengeteg olyan dal van, amit utólag fedeznek föl még a rajongóink, és hogy úristen, még ez a dal is van, ez a dal is van. Most ezt szeretnénk kiküszöbölni, aztán az is lehet, hogy majd egy-két-három év múlva, hogyha összejön 10 ilyen dal, akkor majd csinálunk egy lemez, vagy egy pendrive-ot, a franc tudja, hogy akkor már mi lesz forgalomban. Nekünk az elmúlt 4 nagy lemezünk, ez nagyon jó fogyásban volt. Hát ebben a sorrendben, dalok, stúdiózás, videoklip, de mindig egy dalra fókuszálunk, tehát nem vonulunk félre, hogy na most akkor dalokat írunk, na most akkor stúdiózunk, na most videoklipet készítünk. Most legutóbb ugye kijött a legutolsó dalunk, most szerintem november végén, december elején kijön egy újabb dal, és biztos vagyok benne, hogy február elején és a Budapest Arén előtt kijön egy újabb dal. És mindez videóklippel szeretnénk megtámogatni, mert azt veszük észre, hogy azért egy kardinális kérdés. Ahol én álltok, ott te is elmi fogsz, te meg a bajszoldal, mint te, mint visz fogsz, a maga dolga, ami minket érdekel, de tiszteleted, manapság az érdemel. Szombaton pedig megérkezett Miskolcra Freddy. 2018-ban még egészen más Fizimiskával láthatta őt a közönség. Az elmúlt egy év viszont változásokat hozott az énekes életében, pontosabban visszatérést az igazi Freddyhez. Mindig is hosszú hajú srác voltam egyébként, az nagyon érdekes, hogy kimaradt a dokumentációból az a 3 év, amikor ilyen hátközépig érő hajam volt, és hátra nyújtam, akkor meg is tudtam fogni. Nem készült róla a kép, kimaradt nyaralásokról is, semmilyen dokumentációm nincsen róla, de mindig is éreztem, hogy ez sokkal inkább én vagyok. Ennek semmi köze ahhoz, hogy kire szeretnék hasonlítani. Én valahogy mindig úgy éreztem, hogy az vagyok igazából én. Az egy másik kérdés, hogy az emberek rövid hajjal ismertek meg, de igazából ez csupán saját magamról szól, tehát itt szó sincs egy új imidzsről, inkább az igazi kezd a felszínre törni. Szeretek is taps! Az, amire azt mondják, hogy a hangomban van, igazából én olyan vagyok öltözködés tekintetében is, azért imádom a blues zenét, imádom a rock zenét, imádom a kettőnek az ötvözetét. Úgyhogy abszolút nem annak az embernek tartom, vagy férfinak tartom magam, aki folyamatosan mindig nyakkendőt szeretne hordani. Illetve nagyon szeretem az eleganciát, de azt viszont azt úgy szeretem, hogyha rettenetesen tip-top, tehát a sportos eleganciát azt nem szeretem. Inkább ezt a kicsit ilyen hát, trógeres megoldás az, ami de természetesen jó értelme vett. Szeretem a szakadt dolgokat, eleve nem hordok ékszereket, csak bőrből, illetve fából. Úgyhogy ilyen földhöz ragadt történet vagyok. Igazából zeneileg is ezekből szeretek építkezni, 60-as, 70-es, 80-as évek. Nyilván vannak ebben olyan dolgok, amik átütnek a miénken is, persze az ember azért halad a korral, úgyhogy mindenképpen eklektikus a dolog. De ezt élvezem, és szerintem az élet erről szól, hogy az ember megtalálja saját magát. Én meg most borzasztóan élvezem, hogy kezdek visszatalálni oda, amit igazán mindig is éreztem minden velejárójával együtt. Természetesen a földhöz ragadt legjobb értelmében. Olyannyira, hogy Freddy számára a saját környezete és a bolygó védelme is kiemelt jelentőségű. Nagyon szeretném azt mondani, hogy végtelenül. Egyébként szerintem az átlagnál jobban.
Soha életemben, azt mondjuk, a mai napig nem értem, hogy hogyan dobhat el valaki műanyag palackot az utcán. Mondjuk mi nem is láttam embert egyébként, de mégis nagyon sokat találunk. Most a zenekari szinten is egyre inkább kezdjük átszervezni a dolgokat, mindig felhívjuk a figyelmet újfent, ugye ez nem mondom, hogy 3 éve ezt csináljuk, de most úgy igazán megszületett az ötlet, hogy nem kérünk műanyag poharakat, inkább hozzuk magunkkal valamit, vagy üvegpoharat kérünk, vagy pedig olyan kemény műanyag poharat használunk, ami mondjuk névre szól, és nyugodtan használhatjuk több éven keresztül. Otthon szelektíven gyűjtjük a szemetet, ez egyelőre egyébként tök macerás így a lakáson belül, de úgy érezzük, hogy megéri. Illetve a környezettudatosságnak én szerintem az is az egyik válfaj, hogy az ember elolvassa azokat a cikkeket, hogy milyen újdonságok vannak ma a világban, és épp a minap olvastam, hogy talán japán diákok találtak fel egy olyan baktériumot, ami állítólag a műanyagot lebontja vízre. Én baromira remélem, hogy ez tényleg így van, mert lenne dolog. És nagyon érdekes például, most apróság, mert nagyon sokáig beszélhetnénk erről a dolgot, cikázok a gondolataim, hogy nagyon szerettem volna elmenni ilyen óceánjáró túrára, hogy az ember megnéz több dolgot, és éjszaka utazik, de mindig máshol van, és nem fogok elmenni, mert ahogy egy utána olvastam ezeknek a dolgoknak, leírták, hogy úgy, ahogy van, az összes szemetet beleküldik az óceánba, hogy eszemágában sincsen óceánjáról és nyaraláson részt venni. Én ezt totál szánalmasnak tartom, tehát ha van egy úszó erőd, ami egy városnak megfelel, az oldja már meg, hogy valami nagyobb volumenű tartályba belegyűjti a szemetet, aztán majd a parton, amikor kiköt, azt valahogy ezt én tarthatatlannak tartom, illetve hogy van egy szemétsziget az óceánok kellős közepén, amit az áramlatok összehordtak, ami műholdban már úgy néz ki, mint egy kontinens, ez szerintem totál nonsens, úgyhogy én nagyon-nagyon mérges vagyok. Szerintem 4-5 éves lehettem, amikor a legók alatt töröltem a port, és akkor már otthon is remek zenék szóltak. Úgyhogy vénáson kaptam ezt az egészet. Nem volt zenész soha a családban, ugyanakkor mindenki zeneszerető. A maga módján nem feltétlenül egyeznek mindenhol a stílusok a családban, de az igényes zene mellett mindenki letette a voksát. Persze kinek mi az igényes zene, de azt gondolom, hogy a zene önmagában azért egy igazán objektív és relatív történet, az igényes zene az szerintem viszont nem az. Úgyhogy miután ezt kaptam, így nevelkedtem, ezeket kezdtem el igazából vizsgálni, akkor, amikor olyan öntudatra ébredtem, hogy elkezdtek érdekelni a dalszövegek, lefordítgattam a dalszövegeket, és ezáltal szelektáltam igazából ki a kedvenceimet. Ez valamilyen úton-módon azért igencsak meghatározta a saját zenéiségemet is. Nem volt ez eldöntve, hogy én ilyen rockénekes szeretnék lenni, még akkor is, hogyha popzenékben van ez egyelőre felhasználva. Szépen itt az évek során majd vissza fogunk koszolódni, és habár manapság öngyilkosság az kijelenti, de különösebben nem érdekel, hogy én ezt a zenét szeretem. Nem feltétlenül a trendeknek szeretnék megfelelni, hanem az a fontos, hogy zenekaron belül, amikor felmegyünk a színpadra, akkor azt mutassuk meg a közönségnek, ami jön belőlünk, és abban bizakodunk, hogy ez megszólítja azokat az embereket, akik szintén ezt a fajta zenét csinálják, úgyhogy ilyen önazonosság címszó alatt fejlődünk tovább. Maga a zene az nem arról szól, hogy mi felmegyünk és ráerőlt, tehát nem a közönségnek szól, ez nagyon furcsán hangzik, de nem azért megyünk fel, hogy megkedveltessük magunkat, hogy ráerőlt, hogy már pedig nézzétek, hogy milyen jók vagyunk, hanem van egy zeneiség, amit én, illetve amit a zenekarunk képvisel, és amikor a színpadra lépünk, akkor egy kérdést teszünk fel a saját zenénkkel és koncertünkkel kapcsolatban, a kérdés pedig az, hogy ki az, akinek ez tetszik. És az egész zene, a célom az, hogy megtaláljam azokat az embereket, akik amilyen zenét játszunk, a dalokon keresztül, ha nem is ugyanaz, de hasonlóképpen érezzenek, mint ahogy mi. Én remélem, hogy az érthető. Tehát abszolút nem pejoratív értelemben értem azt, hogy nem a közönségnek szól, mert természetesen nekik szól, de az önazonosság nem arról szól, hogy nekik mindenképpen szeretne. Ha ez így lenne, akkor csinálnánk ugyanazokat a rebbetétekkel teletett dalokat, amik most működnek. Azokat az embereket keressük a koncertjeink során, akik hasonlóképpen éreznek a mi zenénk hallgatás alatt. Freddynek és zenekarának nem kell sokáig keresni. Miskolcon is hamar rátalált a közönségükre. A Liget színpad előtt az eső ellenére is rengetegen hallgatták az énekes, karcos, senkivel sem összetéveszthető hangját.
Freddy után pedig Horváth Tamás csapott a húrok közé. Ekkor már az eső is megrígyelte a fesztiválozókat, és tiszteletét tette a népkertben. Esik eső, hadd esem, a kezed ott van a kezemben. Látom, ahogy a szívünk szem, vihar után szivárvás. Horváth Tominak és csapatának volt válasza az időjárásra. A közönség pedig az együttes mellé állva dacolta az esővel. Éppen úgy, ahogy az Intim Torna illegál hallgatósága, akik az eső helyett inkább a Mennyország kapujával foglalkoztak. Az esős miskolci éjszakába pedig az egyik legnépszerűbb pécsi társaság, a Punanik Masszív is befutott. A Punani Masszív már jól ismeri a népkerti buli hangulatot. A miskolci sörfesztiválon évről évre kihagyhatatlanok, és ezt nem csak a szervezők, a közönség is így gondolja. Idei buliukon is hatalmas volt a tömeg. Száz évvel ezelőtt új szemlélet indult az oktatásban. A Waldorf pedagógia Stuttgartból indult, ma már a világ minden táját meghódította. A Hámori Waldorf iskola idén a 28. tanévét kezdte. Az alternatív oktatási fordulóját a Miskolci Intézmény sport- és ügyességi nappal ünnepelte. A Waldorf pedagógiát alapvetően művészeti képzésnek tekintik, mert minden tantárgy oktatásában megjelenik a szépség, a jóság, az érzelmi vonulat is. Ma már világszerte több mint 1000 Waldorf iskola van. Magyarországon ez a legnagyobb alternatív iskolai mozgalom. A Miskolci Szimfonikus Zenekar a hagyományokhoz hűen idén is aperitív koncerttel nyitotta meg az évadot. Az érdeklődők ízelítőt kaphattak a zenekar idei előadásaiból, és egy olyan karmestert köszönhettek, aki még sosem dirigálta a zenekart. A színvaterasz már a hangverseny előtt megtelt. A Miskolci Szimfonikus Zenekar aperitív koncertjét idén is nagyon várták a miskolciak. Schubert, Strauss és Dvorák műveit csendültek fel a szabadtéri koncerten. Alig, hogy véget ért egy könnyű zenei fesztivál, már is itt a következő programsorozat Miskolcon. Ezúttal nem a zene, hanem a filmek hódítanak majd. A Cinefest idén is a legjobb alkotásokat hozza Miskolcra. Hazai premiereket, közönség és fesztivál kedvenceket, és olyan csemegéket, amiket a magyar mozik talán sosem tűznek műsorra. A Filmparadicsomban minden alkotás csemegének ígérkezik. A filmek mellett idén is Miskolcra érkeznek a filmes szakma legjobbjai. Itt lesz például Franco Nero is felesége, de tiszteletét teszi maga James Bond is. Sylvester Stallone pedig újra Rambó bőrébe bújt, az új Rambó filmet a világon először a miskolci közönség láthatja majd, természetesen a Cinefesten. Ez volt az idei Miskolci Sörfesztivál, ennyi fért mai adásunkba. Én műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket. Ez volt a Promenád szeptember 12-én csütörtökön. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!